8 óra van, ez a Híradó, Imre Balázs vagyok, jó reggelt kívánok! Magyarországnak működnie kell, nem engedhető meg, hogy a vírus újra megbénítse az országot, szögezte le a miniszterelnök a Kossuth Rádió tegnap reggeli műsorában. Mint elmondta, a védekezésben most mindent ennek rendelnek alá. Kötelező lesz az iskolába való belépéskor a testhőmérés, valamint arra kérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy legyen ingyenes az önkéntes jelentkezőknek az influenzaoltás és hatósági áras a koronavírus tesztelés. Ha egy mondatba kell összegeznem a nemzeti konzultáció eredményét, akkor azt kell mondanom, hogy az emberek azt akarják, hogy Magyarország működjön. Ennél erősebben is fogalmaznak, Magyarországnak működnie kell. Nem engedhetjük meg, hogy a vírus újra megbénítsa Magyarországot. Elrendelte az azonnali fertőtlenítést a fővárosi kormányhivatal a fővárosi önkormányzat által fenntartott Kamara Erdei úti idősek otthonában, ahol eddig 29-en fertőződtek meg koronavírussal. A betegek száma az elmúlt napokban folyamatosan emelkedett, kórházba kellett szállítani őket, egy gondozott meghalt. A kormány arra kéri a fővárosi önkormányzatot, hogy ne a politikai vitákkal legyen elfoglalva, hanem tegyen meg mindent, hogy ne ismétlődhessen meg a Pesti úti idősek otthonában történt tragédia. Továbbra is azt gondoljuk, hogy egy védekezési időszakban nem a politikai vitákat kell feltétlenül lefolytatni, tehát egy fenntartónak kötelessége, hogy mindent megtegyen a védekezés érdekében, és ha ehhez bármilyen segítséget az állam nyújthat, akkor ezt természetesen meg fogjuk adni. A V4-ek érdeke, hogy az egész közép-európai gazdaság működőképessége fennmaradjon, ezért úgy kell jól védekezni a koronavírus járvány ellen, hogy közben a gazdaságok is működjenek. Ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a visegrádi országok kormányfőinek lengyelországi találkozója után. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a gazdaság működésének fenntartását mindenkinek elsősorban a saját hazájában kell megoldania, de utána a közép-európai gazdasági együttműködés keretében is ezt a vonalat érdemes követni. Hozzátette, a visegrádi országok egy olyan koordinációs rendszert szeretnének felállítani, amely akár egy órán belüli egyeztetéseket is lehetővé tesz a járvány elleni küzdelemben. Mától karanténba kell vonulnia annak, aki Magyarországról az Egyesült Királyságba utazik. A karantén előírás megszegői csak nem 400 ezer forintnak megfelelő pénzbírsággal sújthatják. A rendelkezés a brit állampolgárokra is vonatkozik. Az elmúlt napokban a brit kormánya Csehországból, Svájcból és Portugáliából érkezőknél is kéthetes karantént rendelt el. Folytatódik az a nehéz migrációs helyzet, ami 2015 óta terheli a belbiztonsági, a szociális és most már az egészségügyi rendszert is, fogalmazott a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója itt az M1-en. Bakondi György elmondta, hogy a Lesbos-szigeti migránstábor leégése után egyre több politikai nyilatkozik hangzik el arról, hogy szolidaritást kell vállalni Görögországgal. Csak hogy Magyarország és a V4-ek szolidaritás alatt nem a kötelező kvótákat értik, hanem például pénzügyi és határőrizeti támogatást, valamint a kibocsátó országok segítését. Hozzátette, nem világos, hogy az Unió új menekültügyi paktuma miben lesz más. Nagyon sokfajta megoldás és lehetőség van, és mi magunk részéről mindent megteszünk, hogy a készülő új Európai Uniós migrációs paktum ez minél több elemét a V4-ek és a magyar megközelítésnek figyelembe vegye, és olyan új migrációs politika alakulhasson ki, amely hatékonyan képes garantálni az európai emberek biztonságát. Két halálos gázolás történt itthon az éjszaka. Személygépkocsi ütött el egy gyalogost késő este Salgótarján belterületén. Az áldozat az úttesten akart áthaladni, amikor a baleset történt. Nem sokkal korábban pedig Bács-Kiskun megyében Sükösd és Nemesnád udvar között történt halálos baleset. Úgy tudjuk, hogy itt a gyalogos előbb segítséget kért egy férfitől, majd körültekintés nélkül szaladni kezdett az út másik oldala felé, az árokban fekvő kerékpárja irányába. Ekkor ütötte előtt egy személyautó. A gyalogosok mindkét esetben a helyszínen meghaltak. A rendőrség vizsgálja a balesetek körülményeit. Újabb 10 millió forintra büntette a Józsefvárosi önkormányzatot a közbeszerzési hatóság.
A 8. kerületi önkormányzat ugyanis az új közétkeztető kiválasztásakor megsértette az esélyegyenlőségre és az egyenlő elbánásra vonatkozó alapelveket. A hatóság korábban már 50 millió forintra bírságolta a kerületet azt követően, hogy tavasszal a koronavírus veszélyhelyzet idején Piko András polgármester felbontotta az élő közétkeztetési szerződést, és versenyeztetés nélkül egy új céget bízott meg a feladattal. A helyi Fidesz szerint felháborító, hogy hónapok óta dagad a menzabotrány, közben Piko András alkalmatlansága egyre több pénzébe kerül a kerületnek. Az elmúlt 5 évben a Klassz Menza Kft. Biztosította Budapest 8. kerületében az óvodások, az iskolások és több idős ember étkeztetését. Májusban ezt a szerződést a kerület baloldali polgármestere Piko András egyik napról a másikra érvénytelenítette. Ráadásul erről egyedül döntött. A koronavírus járvány helyzetet kihasználva ugyanis egy személyben gyakorolhatta a képviselőtestület jogköreit. Ebben az esetben egy több mint 700 millió forintos szerződést mondott fel egyoldalúan. Az új közbeszerzési eljárás lefolytatásáig pedig egy új szolgáltatót bízott meg, az Eurest Kft-t, amelyet Piko András szintén egymaga választott ki, versenyeztetés nélkül. Az új szolgáltató azonban néhány hét után megbukott egy élelmiszerbiztonsági ellenőrzésen. Lejárt szavatosságú élelmiszereket találtak az egyik iskola konyhájában. Ez azonban nem zavarta a baloldali polgármestert. A több mint 200 millió forintos szerződést végül a közbeszerzési hatóság semmisítette meg júliusban, miután többszörösen jogsértőnek találta. Az 50 millió forintos büntetést viszont az önkormányzatnak kell befizetnie. Piko András ezzel nem értett egyet és megtámadta a határozatot, amit a fővárosi törvényszék elutasított, vagyis be kell fizetni a büntetést. Viszont a szerződés semmisége még nem lépett hatályba. A közbeszerzési döntőbizottság fellebbezett, ezért augusztusban a kúria elé került a józsefvárosi menza ügye. Amit tovább bonyolít, hogy most újabb 10 millió forintra büntette a józsefvárosi önkormányzatot a közbeszerzési hatóság. Az új közétkeztető kiválasztásakor ugyanis megsértette az esélyegyenlőségre és az egyenlő elbánásra vonatkozó alapelveket. A bírság mellett megsemmisítették az ajánlati felhívást, a közbeszerzési dokumentációt, valamint az ajánlatkérői döntéseket is. A helyi Fidesz szerint felháborító, hogy hónapok óta dagad a menzabotrány Józsefvárosban. Szilágyi Demeter képviselő szerint Piko András alkalmatlansága egyre több pénzébe kerül a kerületnek. Piko Andrásék alkalmatlansága miatt most már 60 millió forint bírságot szabott ki a közbeszerzési hatóság ebben a kérdésben. Felszólítjuk a polgármestert, hogy alakítson ki olyan működési modellt, amely nem veszélyezteti a gyerekek és a szociális étkeztetésben résztvevők mindennapi ellátását. Piko András Facebook oldalán reagált az újabb büntetésre. Szerinte a kialakult helyzetért valójában a Fidesz felelős, mert a korábbi étkeztető céggel kötött szerződés hátrányos volt a kerületnek. Kerestük a 8. kerületi önkormányzatot, de senki sem akart kameránk elé állni. Válaszukban azt írták, a közétkeztetést az Eurest Kft. Végzi Józsefvárosban, vagyis az a cég, amelyet Piko András verseny nélkül egymaga választott ki. A korábbi 50 millió forintos büntetést pedig még nem fizette be az önkormányzat. Életfogytig tartó börtönbüntetést kapott az a német ápoló, akit 85 beteg megölése miatt ítéltek el. A német legfelsőbb bíróság ugyanis elutasította a férfi felülvizsgálati kérelmét. A vád szerint a 43 éves férfi 2000 és 2005 között ápolóként szívleállást okozó szert fecskendezett a betegek szervezetébe az alsószászországi Oldenburg kórházában. A férfi a sikeres újraélesztésekkel próbált a kollégái elismerését megszerezni. Sok esetben viszont nem sikerült életben tartania a betegeket. Az ápoló több mint 40 áldozat esetében elismerte a tettét. Németországban egyébként ez volt az elmúlt évtizedek legsúlyosabb sorozatgyilkossággal kapcsolatos pere. Már legalább 16 halálos áldozata van az Egyesült Államok nyugati partján pusztító bozót tűznek. Több tucatnyi embert eltűntként tartanak nyilván. A legsúlyosabban érintett Oregon államban a lángok megközelítették a 2,5 milliós Portland külső kerületeit is. A sűrű füst miatt a város jelenleg a világ legrosszabb levegőjű települése. Az oregoni hatóságok 40 ezer ember kötelező kitelepítését rendelték el. Sokan nem hajlandóak önként elhagyni otthonaikat, mivel elterjedt a hír, hogy az evakuált területeken megjelentek a fosztogatók. Kaliforniában is, Washington államban is egyre súlyosabb a helyzet. A tűzvész Amerika szerte már több mint 500 000 embert érint.
Súlyos bányabaleset történt a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Legalább 50 halálos áldozatot követelt egy bányaomlás, amit a napok óta tartó özönvízszerű esőzés okozott. Helyi források szerint több mint 500 ember rekedt a mélyben, esélyük sem volt kijutni. A baleset után több száz ember gyűlt össze az illegálisan működő bánya bejáratánál, ami teljesen ellepett a sáros föld. Itthon óriási sikert aratott a gyerekek és a szülők körében is a budapesti rendőrfőkapitányság kezdeményezése a Mesél a rendőr videósorozat. A tavaszi Maradj Otthon kampány idején indult meseolvasás több mint 3 millió letöltést ért el a BRFK internetes videócsatornáján. A meséket naponta átlagosan 18 ezeren nézték meg, a legnépszerűbb epizódnak pedig 180 ezer nézője volt. A programhoz csatlakozott 88 rendőr és meghívott vendég 174 nap alatt 200 mesét olvasott fel, hogy így tegyék könnyebbé a gyerekek és a szülők számára a karantén napjait. A BRFK-n emléklappal köszöntötték a mesemondókat, köztük a fővárosi főügyészség Gyeden lévő szóvívőjét, Bagoly Bettinát is. Most már gyakorló anyukaként nagyon nagy örömmel fogadtam a budapesti rendőrfőkapitányság által felkínált lehetőséget, és remélem, hogy a mesém sok gyerekhez eljutott, vidám, örömteli perceket okozott, és talán egy kis tanulság is volt benne.